Novikre. Remélem készen álltok a szörfözésre. Aki látta az előző hírszörföt, annak valószínűleg ismerős lehet a skótok eszement törvénye, minek alapján tulajdonképpen bárki bárkit feljelenthet, és nem is kell hozzá különösebb indoklás, csak annyi, hogy XY megsértett téged azzal, amit mondott neked, és ezért te úgy döntesz, hogy becsoszogsz egy ilyen feljelentő központba, és feljelented az illetőt. Na már most 17 nap kellett ahhoz, hogy ez a törvénymódosítás bemondja az unalmast, ugyanis a mai napon, vagyis április 17-én, amikor ez a videó készül, skót politikusok egy csapata indítványt nyújt be a hírhedt törvénymódosítás eltörlése érdekében. És bár elsőre azt hihetnénk, hogy a szólásszabadság védelmezői fúrták meg a dolgot, mert a törvény még a magánotthonokban való beszélgetésekre is kiterjed, az igazság nem teljesen ez. Hanem az, hogy a hatóságok egyszerűen nem bírták a lépést a töménytelen feljelentéssel. A skót rendőrséghez ugyanis már az első héten 7000 bejelentés érkezett gyűlöletbűncselekmény címszó alatt, és egyszerűen, nem tudom, felmondták a szolgálatot. Szegény J.K. Rowling is megkapta a magáét, ugyanis Twitteren kimert állni, vagy felmert szólalni a nők biológiai valósága mellett, vagyis amellett, hogy a nőket nevezzük nőknek, a férfiakat meg nevezzük férfiaknak. How dare you? Szóval ő is megkapta természetesen a magáét, mert miért is hagyták volna ki a buliból. Azonban a rendőrség az esetében úgy döntött, hogy nem fog intézkedni. Ezen az egész sztorin még súlyosbít az, hogy a rendőrség lelkesen elkötelezte magát amellett, hogy ő már pedig minden egyes ilyen gyűlöletbűncselekmény feljelentést alaposan ki fog vizsgálni, és utána fog járni. Na már most, ahogy a mellékelt ábra is mutatja, hát ez nem jött össze nekik. Szóval simán lehet, hogy ennyi volt a skót gyűlöletbűncselekmény törvény. Nagyon szépen köszönjük a skót rendőrségnek, hogy megpróbált jó emberkedni, de lehetséges, hogy ezt az egészet nem így kell kivitelezni. Aztán maradjunk egy kicsit a térképnek azon a felén, ugyanis úgy tűnik, hogy Anglia hamarosan be fogja tiltani a dohányzást. Elfogadták ugyanis a második olvasatban a londoni parlamentben a dohány termékek fokozatos betiltásáról szóló törvénytervezetet, és bár az indítványról még döntenie kell a parlament felső kamarájának, vagyis a lordok házának, azután egy alapos vitát követően az alsóháznak is döntenie kell újra. Az elfogadása szinte borítékolható, ugyanis a legnagyobb ellenzéki párt, a munkáspárt teljes messzélességgel támogatja. A készülő törvény, amelynek tervezetét tavaly ősszel terjesztették elő, büntetendő cselekményé fogja nyilvánítani a dohánytermékek eladását olyan személyeknek, akik 2009. január 1-én vagy utána születtek. A tervezet jogszabály szigorúan rögzíteni fogja a 2009-es kiindulási dátumot. Gyakorlatilag minden egyes évben csökkenni fog azoknak a korhatára, akik onnantól kezdve nem juthatnak legálisan dohánytermékekhez. Ennek alapján tehát azok, akik jelenleg 14-15 évesek, soha az életükben nem vehetnek cigit, pipát, mit tudom én mit, mindenféle dohányterméket úgy, hogy az legális legyen. Tekintettel arra, hogy a briteknél jelenleg erre 18 éves kor után van csak lehetőség. Hosszú távon tehát az fog bekövetkezni, hogy egy idő után Angliában senki nem vehet majd cigit. Aztán itt van már is a következő delikvensünk, akit górcső alá fogunk venni, az HBO műsorvezetője, egy bizonyos Bill Maher, aki a csatorna Real Time című adásában elismerte, hogy az abortusz gyilkosság, viszont már is hozzátette, hogy neki nincsen vele különösebb problémája, mert 8 milliárdnyian élünk a Földön, ami túl sok. A panel beszélgetés során már elismerte, hogy az abortusz mindig rossz, ezért tulajdonképpen nincsen értelme annak, hogy egy várandóságot különböző időszakokra szakítsunk szét, és az alapján akarjuk meghatározni, hogy X hét előtt még legális legyen az abortusz, X hét után pedig nem. Azt mondta, idézem, azt hiszik, hogy ez gyilkosság, és valamiképpen az is, de nekem ez nem gond. Úgy értem, 8 milliárd ember él a világon. Sajnálom, nem fogsz hiányozni. Ez az álláspontom.
Miután pedig a panel beszélgető társai és a közönség is elcsendesedett, hozzátette, nem éppen ez az álláspontod, amikor a választás joga mellett állsz ki? És akkor ezt most mindenki próbálja meg magában helyre tenni, hogy pontosan mire is akart utalni. Mert lényegében azt jelentette ki, hogy az abortusz gyilkosság, mivel túl sokan élünk a Földön, ezért a gyilkosságnak egy megengedhető formája. Tehát azt mondta, hogy azok a kis emberek, akik az anyukájuk hasában vannak, meggyilkolhatóak, azért, mert már úgyis vagyunk elegen a Földön. Írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek. Szerintem ez egy nagyon durva és felháborító kijelentés, de kíváncsiak vagyunk rá, mint mindig, hogy nektek mi a véleményetek. És aztán itt van még egy arc, aki valami elképesztőt követett el, de jó értelemben, ugyanis Russell Cook, így hívják az illetőt, fogta magát és gondolt egyet, és így hosszában keresztül futotta Afrikát. Mindössze 352 napjába került, és a legvégén Tunéziában kötött ki. 16 országon futott keresztül, és 16.000 kilométert tett meg. Mielőtt nekivágott volna ennek az elképesztő útnak, azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy amikor visszatekint majd az életére, akkor semmit nem fog bánni. Hát gondolom, ezt nem fogja bánni. Egyébként ez a tag Nyugat-Sussexből származik, 27 éves, és korábban komoly mentális problémákkal küszködött, illetve szerencsejátékfüggőségben és alkoholfüggőségben is szenvedett, és saját elmondása szerint ezzel a grandiózus futással az volt a célja, hogy valamilyen fajta változást hozzon létre az életében. És mielőtt lefutotta a távot, jótékonykodott is, ugyanis 700.000 fontot sikerült összegyűjtenie jótékony célokra, szóval a futása nem csak neki volt hasznos, hanem egy csomó mindenki másnak is, akinek végül felajánlotta ezt az összeget. Eredetileg egyébként az volt a terve, hogy Tunéziától Dél-Afrikáig fut, és 240 nap alatt fog összesen 360 maratont teljesíteni pihenőnapok nélkül. De jó ég! Ez viszont az indulása után néhány nappal sajnos meghiúsult, ugyanis kiderült, hogy nem rendelkezik algériai vízummal. Úgyhogy április 22-én gyalog indult el Dél-Afrikából, de ezek az apró változtatások mit sem változtattak azon, hogy ez egy elképesztő teljesítmény lett a végére. Az útja városokon, esőerdőkön, szaharákon, meg mindenféle helyeken vezetett keresztül, és hát nyilván bizonyos veszélyekkel is szembenézett közben. Előfordult, hogy fegyveresekkel nézett szembe, és Angolában például alaposan ki is rabolták, ellopták az összes cuccát tulajdonképpen, kameráit, telefonjait, készpénzét, útlevelét, viszlát. Aztán csak nem egy évvel később mégiscsak célba ért, és azt nyilatkozta az őt követőknek, támogatóknak, hogy feladat teljesítve. Szóval miközben itt egyik ország a másikot kaszabolja oda-vissza, azért történnek mindenféle érdekes dolgok a világban, és nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Én ennyi lettem volna mára a hírszörfel. Remélem, a következő videóban találkozunk. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a Hetek YouTube csatornájára, ahol mindenféle hírekkel igyekszünk titeket tájékoztatni a világ legfontosabb eseményeiről. Sziasztok!